Nagy Zsuka nyíregyházi költő volt a vendége a Waldorf iskolában tartott rendhagyó irodalomórának, amelyet a Magyar Költészet napja alkalmából szervezett az iskola. A Magyar Líra napján beszélgettek kortárs költészetről, és József Attila verseit is felidézték. József Attila 11 évesen írta első versét, amelyben elérhetetlen vágyait fogalmazta meg Jolán Zsuzsa számára. 111 éve ezen a napon született József Attila költő, a magyar líra meghatározó alakja, akinek versei több mint 100 év elteltével is tudnak újat üzenni számunkra. Költészete forradalmat jelentett a magyar irodalmi életben, alkotásai, szellemi öröksége ma is nyomot hagynak a magyar kortárs költők versein. Grafitforgókból peregnek a magvak, hullanak, mint napok nélküled el. Az emberek nyitottak a költészetre, a versre, mondja a nyíregyházi költő, Nagy Zsuka, aki a Waldorf iskola vendége volt ma. A kamaszok is fogékonyak a költészetre, az önkifejezésre, még ha az iskolában kevesebb kortárs költőt ismernek is meg, az interneten megtalálják a poétákat és van kapcsolatuk verseikkel. Azt szoktam mondani, hogy a vers egy ember, egy versember, hogy nézd meg, hogy mit tudsz belőle elfogadni. Első látás, amik a külső tulajdonsága, belső tulajdonsága, miért szereted őt, miért nem szereted őt. De szerintem nagyon fontos a hozzáállás. Nem lehet úgy, ahogy már minket tanítottak, nem lehet úgy kortárs költészetet tanítani. Egyszerűen át kell alakítani a nyelvet, a hozzáállást, a didaktikát. Összetört szívem, mikor az utcán átment a kedves. Jött, megfogott és áthajított. Sorok, melyek József Attila verséből valók, részletek, amelyekből szabadon alkothattak közösen egy új verset a diákok. A feladattal a költészet szabadságára, szépségére, az alkotás örömére irányították rá a diákok figyelmét az irodalomtanárok. Köszöntöm Karádi Zsoltot, a Nyíregyházi Egyetem főiskolai tanárát. Jó estét kívánok! Merre halad a magyar költészet? Azt hiszem, ez a kérdés olyan kérdés, amelyre egyértelmű választ nehéz adni, hiszen a magyar költészet mindig elég gazdag volt ahhoz, hogy sokan sokfelé haladjanak. Vannak ma is egészen tradicionális versformákban gondolkodó költőink, és vannak egészen posztmodern formákban gondolkodó költő. Hát úgy gondolom, hogy egy olyan művészeti ágban, ami a nyelv teljes gazdagságával bír, nehéz is lenne kijelölni utakat. Úgy gondolom, hogy végletek között tallózik az, aki a mai magyar költészet köteteiben keresi önmagát, és keresi a szép verseket, vagy egyáltalán a verseket. Mennyire fogékonyak a mai fiatalok, egyáltalán a mai emberek a versekre, hogyan látja? Úgy gondolom, hogy a diákokban meglévő általános fogékonyság természetesen az irodalom tekintetében is mérhető, bár a mai kulturális tájékozódási pontokat tekintve a fiatalok általában a míves szövegektől kicsit óckodnak. De lehet, hogy ez annak az eredménye, hogy a középiskolákban nem elsősorban az ő élet felfogásukhoz kapcsolható szövegekkel találkoznak. Úgy gondolom, hogy némileg riasztja is őket a klasszikus költészet, úgyhogy talán több mai modern, mai magyar verssel, szöveggel kellene találkozniuk a mindennapok során. Mennyiben módosította a versekhez való viszonyulást az informatika, az internetvilága, ez a felgyorsult világ? És egy kicsit kapcsolódik, amiről beszélünk, hiszen nagyon távol került a mai fiatalok nyelvezete a klasszikus irodalom nyelvezetétől. Nehezen is érthető, nehezen értelmezhető. Azok az élethelyzetek meg szinte már ismeretlenek a mai fiatalok számára. Hogyan lehet mégis úgy hozzányúlni ehhez a témához, hogy valahogy mégis megszerettetni a fiatalokkal a verseket? Biztos, hogy a mai fiatal, aki naponta több órát tölt az interneten, a Facebookon és egyéb közösségi oldalakon, akár akaratlanul is belebukkan, rábukik szövegekre, találkozik versekkel. Némelyik eleve továbblapoz, némelyek elmélyednek benne. Éppen a múlt héten a főiskolán is és középiskolában is Varró Dániel került szóba,
felolvastam nekik okos telefonról, mert mindenkinél volt, felolvastam nekik Varró Dánielnek a Mozi című versét, amelyet nagyon pozitívan fogadtak. Majd elkezdtük boncolgatni a verset, és kiderült, hogy mögötte egy olyan kulturális teret vettünk észre, amely elvezetett Babicshoz, Babicsnak a Mozgó fénykép című verséhez, illetve elvezetett az utolsó sorával Vörös Martihoz is. Tehát Varró Dániel, ha úgy tetszik, magasából, vagy Varró Dániel mozibeli székéből ráláttunk a magyar irodalom ormaira is. Úgy gondolom, hogy egy ilyen vezetés talán kedvet csiholhat a diákokban arra, hogy nos, az irodalom olyan tág köröket biztosít az olvasónak, amely az ő személyiségének alapkérdéseit is fölvillantja. A mai kor gyors változásai magukkal hozzák a költészetnek, a verseknek a műfaji változásait. Önnek mi a véleménye ezekről az újonnan megjelent műfajokról, mint a slam poetry például, vagy a rap, amire azért a fiatalok nagyon fogékonyak? Igen, meg elmondom őszintén, hogy lehet, hogy életkoromban eredően én sem a rap, sem a slam poetry világában nem vagyok otthon. Sőt, bizonyos szempontból engem idegesítenek is ezek a szövegek, bár a slam poetry-nek a szakirodalmát, ha olvasgatom, akkor bizonyos tételeit elfogadom. És azt is elhiszem, hogy vannak olyan fiatalok, akik ezeknek a szövegeknek a fogyasztása által eljuthatnak a vers világába, föltehetni maguknak azt a kérdést, hogy mitől vers a vers, mitől művészet, mitől műalkotás. És talán eljuthatnak olyan írói, költői életművekhez is, amelyek megnyitják számukra a részben a magyar kultúra, a magyar irodalom, vagy akár a világirodalom nagyjainak eszköztárát. Nem tudom pontosan, mennyi lehet az út, és nem is vagyok abban biztos, hogy feltétlenül a rap szövegek fogyasztóinak mindenképpen végső célja, hogy Vörös Sándor filozófikus lírájával foglalkozzon, de nem lehetetlen, hogyha a versszerűségnek a hatásaival, a versszerűségnek az emberre gyakorolt hatásával találkozik, akkor előbb-utóbb egy mélyebb költészet iránt is érdeklődni fog. Hát akár a dalszövegekre is, ha gondolunk, azért vannak bizonyos könnyűzenei szerzők, akiknek a szövegei már-már azért művészi értékkel bírnak. Igen, ez nagyon érdekes, mert tizenvalahány évvel ezelőtt Bródy János vers szövegeit, vagy dalszövegeit kötetben is kiadták, és amikor azokat lapozgattuk, azért néha úgy éreztük, hogy ezek a szövegek inkább dalszöveg, ként funkcionálnak igazán, mint versként. Hogyha Kis Tibi némelyik szövegét megnézzük, ezek pedig elmennek vers szövegként is. Nagyon érdekes volt az, hogy ha hallgatunk zeneszámokat, nagyjából meg lehet mondani, hogy melyiket írt a költő. Azért egy Tóth Krisztina szöveg nagyjából megkülönböztethető olyan kevésbé költőileg hát megformált szövegektől. De úgy gondolom kétségtelenül, hogy akár Bereményi Géza és Cseh Tamás dalai aláírt szövegei nem csak dalszövegek, hanem a költészet magasába, ha úgy tetszik, a költészet világába is tartozhatnak. És azt gondolom, hogy egyfajta út lehet valóban a klasszikusabb költészet felé. És azt is gondolom, hogy nem fölösleges azon dolgozni, hogy az emberekkel megszerettessük, hiszen pont ebben a rohanó világban egy versre még van idő, hogy elolvassuk, és nagyon sokat lehet belőle táplálkozni. Köszönöm, tanár úr, hogy befáradt a stúdióba. Köszönöm.